Óvatosabb tervekkel vág neki Bátaszékváros önkormányzata az évnek, ugyanis érzékenyen érintették a város költségvetését a járvány miatti megszorítások. Többek között erről beszélt Bozsolik Róbert polgármester a civil fórumon. Évek óta hagyomány, hogy itt évelején egy civil fórum keretében leülünk és egyeztetjük mindazokat a közös feladatainkat, elképzeléseinket, amelyek a város élete szempontjából is fontos, hiszen a városunk működésének alapillérei az a 31 néhány civil szervezet, aki itt tevékenykedik, akár hagyományápolásban, sportban, gyerekekkel kapcsolattartásban, és nem feledkezhetünk meg a nyugdíjasokról sem, hiszen ők is nagyon aktívak. Ebben az esztendőben is egyrészt egy kicsit visszatekintettünk 2021-ről, beszéltünk arról is, hogy hogy élték meg ők ezt a helyzetet, illetve hát mit tudott a város segítséget nyújtani, és hát a 22-es tervekről, elképzelésekről is beszéltünk, egyeztettük a városnak a rendezvényprogramját, egyeztettük a támogatási lehetőségeket, hogy hogyan tudunk mi forrásokat biztosítani. Idén úgy tűnik, hogy a város költségvetése egy komoly, mint egy 100 millió forintos hiánnyal indult, és ehhez kellett igazítani a feladatainknak a finanszírozását. Minden terület egy kicsit áldozatul esett, legyen a szociális ellátás, városüzemeltetés, rendezvények tekintetében, annak érdekében, hogy biztonságosan tudjuk azokat a megtervezett feladatunkat finanszírozni, amit 2022-ben megpróbálunk elvégezni. Sajnos a 2022-es költségvetése a városnak hát nem túl rózsás, nem sok mozgásterünk van, és ebből adódóan sajnos a civil szervezetek tekintetében is egy kicsit vissza kellett lépni. Egyelőre úgy döntött a képviselőtestület, hogy első fél évre mintegy 2,5 millió forintos keretet biztosít a civil szervezeteknek pályázati keretösszeget, erre lehet a működésükhez pályázni. Nagyon bízunk benne arra, hogy ezt a második fél évben egy újabb 2,5 millió forinttal majd ki tudjuk egészíteni. És vannak kiemelt szervezeteink, kiemelt szervezetek tekintetében pedig a tavalyi évi támogatást tudjuk biztosítani annak érdekében, hogy a feladataikat zavartalanul tudják ellátni majd 2022-ben. Az elmúlt két év járványügyi helyzete a civil életben is nyomot hagyott. Hiszen mindenki egy kicsit zárkózottabbá vált, mindenki kicsit távolságtartóbbá vált, és hát személyes jelenlét nélkül nehéz civil életet élni. Ezért arról is beszéltünk a megjelent egyesületi vezetőkkel, hogy az ő felelősségük is nagy, próbálják a régi szép emlékeket felidézve újra visszacsalogatni a tagjaikat, hiszen a város ünnepségei, rendezvényei rajtuk keresztül szerveződnek, hiszen az ő segítségükkel tudjuk csak igen színvonalasan ezeket a programokat létrehozni és megszervezni.